itt ez az. Azaz. Itt hagyt el a rendszám táblatartót. Nehéz volt élted. Kocsiká. Jaj! Így szoktam balkulni, érted? Ott mindig zúfolt. Ott Feri válnak? Ott! Fevasztók. Kicsi, na, csak lagasztóz meg érte, kicsi lagasztócka. A hegesztés az a biztos. Azért beleküldök ide egy csavart is. Biztos, hogy nem fog leesni, Tici. Helyez, helyez! Olyan varratot húzok rá, ez leszakad, akkor megveszem az autót. Helyez, 100 millió euró él. Parancsolj, most már jónak kell lenni. Ha leesne, akkor mégis térj vissza. És ez, most egy Instagram poszt mehetne, hogy izé, csak a HKS amúgy. Fújászlan, nem eszik le. Megrúgjon, megnézzük, hogy leesik-e úgy. Ne lúg meg, most szépen cilog. Értem, és akkor miről is csinálja a képet, csak a HKS? Hát, hogy mégis fennmarad, csak izé, téves. Ah, jó, majd csinálok egy selfit, jó? Jó, felemben. Köszi, Tici. Kis puci. Oszla. Mi van? Tessék. Szemben. Ja. Peti. Egy pillanat is jövök csak. Na? Pál perc, sietek. Jó, vagy itt cikizek. Csá. A pilos daláz. Zöld daláz. A picába! Hát a légen innen kimentem paletóig így, hogy így néztem a Veldát. Most mi a fal? A kurva innen ott jött a csapta keci, láttátok? Én régen így mentem. Hullosan, tényleg paletóig kb. Majdnem. Ujjaj, most baj lesz. Ujjaj! Jaj, de megijedtem. Ujjujjujjujj. Szállt, de nem él. Csá. Kellene egy kis nalanc. Hogy lehet nalancot szedni? Ott, onnan. Hajlá! Tessék? Hajlá, gyorsan, szedni. Hát szedjed. Hülyének nézel engem? Nem segít, ez guci pulci van rajtam. Rajtam meg offline. Ez piacos szal. Tessék? Ez ilyen piaci szal, nem Gucci. A Gucci az Gucci ember. Miről beszélsz te? Senki nem ismeri azt a márkát. Unci márka piac. Az Off-White-ot mindenki ismeri. De hogy ismeri, én ismertem. Én nem ismerem, senki nem ismeri. Ja, értem. A hívott mutyigé, nem elfelejtettem, mennyi narancs kell. Minek kell narancs? Valami ilyen halci ládát adnak érte. Mit? Valami ládát érted, ilyen fegyver van benne, vagy a tököm se tudja. Várjál, te elcizek. A hívott Mutyi GSM előfizető. Ott voltál te is a glúvon. Manócka. Ja. Alól jöttem, érte teljesen. A Manócka volt ott, és mondta, amikor fényképeztünk a glúvon, hogy húzzunk a kulva is szembe innen, és igen? Azt mondta, hogy kell nalanc. Hány láda nalancot is mondott? Négyet, nem? Szerintem többet. Belemegy a kis papucomba homok. De ne véle, hány nalancot szedtél? Várjál már, figyelj már. Teszi. Amúgy 17 darabot, de... Hány... Ez... Hogy kell beszomagolni a ládába? De figyelj. Nézd meg ezt. Ilyen ez alma. Úgy néz ki, mint egy alma, de narancssárga alma. Most akkor mi a faszom van? Hát biztos le van permetezve, honnan a picából tudjam? Köcsök keltész vagyok, szerinted? Hát akkor hol van a narancs? Már lehet csak megnézem a telcivel a GPS-t. Ott van a narancs. Hol? Megjegyeztem, gyere! Azzal a kis kínai pulciddal. Ez póló, de jó van. Kínai kis pólóddal, persze. Hát ez legalább normális designerek
készítették, nem mint a tiédet. Mm, persze, persze. Rajzolt rá három vonalat. Ismeretlen dizájnnel. Milyen ismeretlen dizájnnel te? Drippel a set. Drippel a set. De szék. Na, itt is van a Nolanc. Ezt mondta a cávó nekem. Öregebb vagyok, mint te. Azt nem ismered ezt a kifejezést, hogy drippel a set. De ismerem, csak nem érdekel érted. Kulva ciki. Na gyere, segítse. Segítek. Mennyit kell szedni? Mennyi fél ládába? Pár ládát kell, nem emlékszem rá. És hol van a láda? Hogy kell beládázni? Én nem értek hozzá, érted? Hát szerinted én? A hívott Mutyi GSM előfizető pillanatnyilag nem kapcsolható. Én keverőpultot ismerem, nem? Pedig palasztag nézel ki. Mit mondtál? Te szék? Mit mondtál pedig? Ja, semmit, a telcímhez beszélek, írok SMS-t. Aha, jó van akkor. Denvel a kis zöld, kis zöld, zöld céges Nolant szedő munkászom. Denvel a kis zöld céges Nolant szedő munkászom. Kurva, nem tudok írni. Javítás, olvasni. A pizzában, nem így mondtam a telcének, hogy javítász az utolszót is. Ja. Csápicsú! Aló? Csápicsuka, cici vagyok. Ja, látom, oda van írva. Van egy kis munkászom itt kint a földeken, érted? Ilyen kis szóló munkász, szövesz. Ja, láttam Instagramon. Ja, szedni nekem a nalancot, és azt szeretném megkérdezni, hogy hol is kell bedobozolni a nalancot? Nekem dobozos nalanc kell. Te gyászolja, de várj, mert csinok el, most igazoltatják. A Zinót kérdezz már, meg Czörögi már vissza kérlek. Jó, csöbödállak. Csápityú. De csöbödállak. No. He. Na, figyelj már. Azt mondja itt a Zinók el, hogy tudja, de amúgy most nem tudja. Te szék? Azt mondja, hogy tudja, de most nem tudja, szóval most nem tud. Értem, csak nekem kurva, meg kéne tudnom, hogy a kis csövesz munkászom hol dobozolja be a nalancokat. Most mi az, hogy nem tudja? Add be meg Zionónak a számát, küldd át SMS-be. Várjál, légy szíves, mert most azt mondják, hogy kussoljak be. Bagdaló bász, csak küldd át SMS-be neki a Zionónak a telci számát. Várjál, most nem valok semmit, mert dövöltöznek. Istenem. Na, mit mondtál? Szólj a Zinónak, hogy adok neki egy kis Z-t az infoil, érted? Nagyon kicsit. Aha. Billion a kis falkával, keveset adok, de adok, érted? Pölögjön fel, kell az info nekem. Csá. Jó van. Hívja, aztán hívja, csá. Én is kidelítettem. Jó, akkor hol kell? Amit írtál. Azt mondtad, nem tudsz olvasni. Szokott ne beszélj, mert akkor a kezed nem jár. Szedjed. Júj, de kapja! Csövesz kis munkászom. Denvel. Teszi? Teszi, Jayna vagyok, mi az, hogy kicsi a pöcsöm, ha? Nem is mondtam, miért Zino, cá. Bolondnak, picsú, hazudozik, érted? Hazudozik, ha? Hol is lehet... Hol is lehet becsomagolni a nalancokat, meg ezeket a kurva gyümölcsöket?
Hát, hon vagy-e mostan? Itt akkor lehet szedni a narancot, itt egy kis munkászom őszed éppen. Micsodáról beszélsz, ez nem pakerálja, de nekem kicsit értetőbb, nem? Ahol a narancot lehet szedni, van egy munkászom, mint Zino. Kis csövesz kobold munkászom, és éppen szedi a narancokat, érted? És mennénk beládázni, érted? Aha, mennétek beládázni, hát ez rá tudja, hogy hon van a narancs munka. Úgyhogy küldje egy koordinátát, aztán oda megyek el, jó? Jó, csá! Csá! Menjünk el a lefoglaltakba, na mondját, hát nem tudok kulvára, nem tudok GPS küldeni, érted, SMS-t. Itt vagyok a, itt van egy paletonál a galász, pont a galázzal szemben lévő kis föld. Itt egy ilyen kis szülke telepjáló. Jó, csá. Akkor tudom, hát. Csume. Csá. Na. Szedtem 6 ládányt. És a több kell? Mennyi vél egy ládány? Valaha életedbe? Persze, én is szedtem. Láttam. Jó, ha lesz ez még így se. Hogy hívják nevelő anyádat? Lüni. Mi a száma? Kurva a szemi között az ember. Elmondanám neki, hogy kurva szar munkát végez. Én meg hogy illegál szülőfegybe lemászkálsz. És akkor mi van? Mete nem? Nem, kurvára nem. Teszik szívesztel. Csomézlak, ki a rák vagy? Cici vagyok, érte, cici. Ja, csomézlak, mi a helyzet, cici? Már Zino, már jön ki teleple, mert nem tudom, hol kell a... beládázni az őrcégeket, van itt egy kis csövesz kobol ide, mikor... munkászom. De én tudom, hogy hol kell, ne hívom majd a senki. Persze, cá. Persze, van valami hívja, csomézlak. Cá. Mit mondod? Mi is, ha van valami hívjelem, hogy cumizlak, vagy mi? Hol is kell akkor? Már jön ide a szávú. De minek jön ide? Minek hívtad ide? Hát, hogy... biztos lemondja, értem. De... én biztosra tudom. Olyan ember mondta, aki... borokkal foglalkozik. Azért a gyümölcsökhöz. Vágod? Persze. Amíg idejel... amíg szedj egy kis pár darab narancot. Szedjél te! Már be van durranva a hátam. Nyújtózkodni kellett. Kicsit lazítszál. Kérsz almát? Köci nem. Mondjuk ehetetlen, nincs megérve. Köci nem. Egyszer vettem almát 100 euróért. A Dudász egy darabot? A Dudász Antyitól átkúl szerintem. Szerintem nagyon átkúltam. Mint egy kis cipszöcke. Tesszik. Hagyj már cipsz. Kösz. És akkor nem emlékszel rá? Nem emlékszem, mit tiszt? Mire? Manócka. Hát hogy hány darab dobozos nalanc kell? Egy. Vagy láda nalanc? Egy láda hány nalanc fél? 5 darab. Jó, ezek ilyen láda. Óriás narancsok. Figyelj már. Tudom, mint a fejed, persze. Itt áll már Jégert. Jégert? Szuszel? Ha. Igyel már egyet. De hogy iszol, nem szeretem. Tessék, finom. Le van hűtve. Majd eladom, köcike. Nem szeretem, nem iszok ilyen szalt. Na figyelj! 500-ba tudok szerezni, nagy mennyiségbe, ilyen mellényt, ami megvéd a ütéstől. Nem értem. Tényleg azt is mondtam, milyen lényecke? Na hát ilyen fémlapok vannak benne. Ha szerencséd van, még a golyót is megfogja. Ezt minek kell nekünk olyan érted? Tárulni, teríteni. 500 euró darabja? Ha. Ilyen olcsó. Az jó, nem? Az nem sok. Fogalmam szint. Én nem tudom mennyi, majd megkérdezem. Jó, 500 euró darabja. És akkor lenne mi is a neve? Hát... Izák. Hát, figyelj, nem. Hát az van ráírva ott az anyagára, hogy armor, de nem armor? Mindenki tud azért angolul. Én kulvára tudok. Akkor armor, akkor így áruljad. Ámul, szelelem. Hát rákeresek fordítóba, hogy ez mit jelent. Az is jó. Páncél. Páncél, lovagi páncél.
Hát, de ez nem olyan kényelmetlen. Páncél, ez 500 euró, annyira veszük meg? Aha. Hogy érted, hogy nagy tételbe csak annyi? Kis tételbe mennyi? Ha jól emlékszem, 700. Mert vettem 3-at, de már nem emlékszek mennyire, de azt hiszem 700 volt. Vagy 900? Hú, nem tudom már. 900 euró? Vegyél már TCH-t, azt mondtad, hogy a paletói publikus? Persze, paletói, itt is vagyunk. Itt van egy telepjáló, majdnem kint a teljesen az úton. Nagyon van, hát jobb. Kipa Mesteres, vagyok, vagy csomez lakán. És mennyi a nagy tétel? Hány dalaktól? Azt nem tudom. Meg gondolom 10-20. Be kéne vászálolni, érted? Be kéne vászálolni. Jó van. Itt van az ember a városba. Hogyha kell. Most. Jó, király. Vászáloljunk be. De majd a dobozolás után, vagy a ládázás után. Értem. Le lehet és zackol, valami nagyon cönök. Aha. Most szedtem meg a chipset. Hát csak ne dobáld mellé cicces zackot, érted? Hogyha netán persze kulva kicilláz eszé, lesz cajod, érted? És gyereked... Már van. Milyen világban fog felnőni, érted? Úgyhogy az elköztelen kobol kinézetű fatelja, dobálja a cipzes zackókat. Milyen kinézetű? Te szék. Te miért sértegetsz engem, kisgyerek? Te miért sértegetsz engem? Hát... Hogy nem szeretnél még valaha beszélni Puncinával? Szerinted rajtad múlik, csak kérdezem. Én teljes mértékben rajtam múlik. Persze. Kicsit vegyél vissza az arcodból. Én miattam van itt. És? Hogy érted, hogy itt nem értem? Hát itt a városba. Igen, ész? Hát és tartozik nekem ezzel, érted? Mm. Hallgat rám, inkább úgy fogalmazok. Most azt akartam mondani, a kis kutyád? Nem. Nagyon úgy tűnik, ezt mondta a kis kutyád. Aj, Tici, miért forgatod ki az ember szavát mindig? Te meg miért bunkózol mindig, érted? Hát bazd meg, leszarozod a ruhámat, egyébként 150 ezer euró volt csak a póló. Persze, persze. Én meg kultam Britney Spears-el, közben úgy, hogy újazott, érted? Én 69-es pózba. És Britney Spears, eszkü. Téged újazott a Britney Spears? Persze, de csak úgy, mint hogy 150 ezer euró csak a pólód. Amúgy hallottad, hogy nagyon nehéz időszakon van túl a Britney Spears? Olvastam a blog újságba. Leborotválta a fejét, meg ilyenek. Minden ilyesmi, megkattant a kis cíbe. De most már az apja most már nem a gyámja, most már kiszabadult, azt egybe posztolta a nesztelen képeket, láttad? Sajnos nem. Hát... Remélem... Elnő is jön. Jó, cá! Mindjárt jövök, te nevél. Na jó, addig szedek még már. Cá, Zino! Csomizlak el. Ez Evo 9-es? Ez milyen Evo? Azaz, hát. Nem tudom, most fogtam. Nem loptam, kaptam. Szóltad? De hogyis, úgy ismersz engemet. Ha valahol erre van. Ah, és azon már teljesen fel... Jó. Fájtű. Honnan nem a 9-es-e, Cino? Tiedé? Out. Nem az enyém, Cino, csak honnan van ilyen veled? Há, hogy tudom már, hát ebben kidolgozott. Gyertek oda, he? Maradjál picit. Oda gyertek, ahol kell beládázni a barna. Te nem is dolgozol, Zino? Hát én katalitát tartok. Micsoda vagy? Ó, he. Gyertek oda, he. Van ott Szentisors fölött az a tó. Azt ott van ott egy publikus, ha fölötte a tó fölött, he. Na, oda gyertek. Aj, he. Katalizátort lopok, de ezt nem mondja senki. És annyi katalizátort elszólta, hogy betegyen Evo 9-es? Ege, he. Hát tudod mi? Akkor kurva jó pénzni most a katalizátorból. Álljál neki, te is a pénzni. Azt a kurva! Hát igen, meg az van. Most is, ha valakitől elloptam a telefonját, mert nem volt túl szimpatikus, az is ér egy 200-as, ha érted. Az egy most kék gondold el, ha egy 1000 dalak telefon, az már 400 euró egyből. Mi van?
Hogy is kell beládázni? Hány darab kell egy ládával? Hát arra tudja, feleteszel egy két dekát, az sok. Na majd tényleg nem tudom. Hú, hány darab van nálad? Egy darab. Édesanyám, he. Jó Istene, áld már meg egy kis észre lesztet, he. Áldjad már meg. Na jó van, he. Egy darabok. Mindjárt ide gyönnek el. Mindjárt az, biztos tudja. Ha nem jó helyen vagytok. Nem-e? Ütnek, vágnának, azt mondják, hát csak küldenem kell nekik egy gordit. Egy darab kibaszott narancs van nálad. Hát. Azt jön az alma. Jó, akkor. Egy darab almát. Egy darab. Várj, egy csönök meg. Teszik. 30 darab mellény van a csávónak. Ha megveszünk mindent, akkor 500-ba adja, meg kéne venni. Nem is rossz, nem is rossz. Még telózok egy pálat, érted, jó? Persze. Jó, szavasz. Mindjárt megyek vissza, cár. Na, rá tudja, vagy 5 darab, vagy 2, nem tudom már. Vagy max 10. Hé, cár. Csóvizla. Cár. Cár, Pityu, hogy kérdezzek már valamit? Tóni? Na. Micsoda? Tóni melle van? El van, mi van vele? Csóvizla. Hé, cár. Annak már le lehet felett pacsizni. Mi a helyzet? Hogy kérdezzem már, mert ki hisz itt az értelmi szégi? Az a Gilbert. Ki hisz? Ja? Te vagy itt a legokosabb, Pityu? Én vagyok itt a majdnem. Azt jelzik, hogy a Pityu legyen a legokosabb. Akkor már legyen a Szilveszter, ha. A Szilveszter a legokosabb, ha itt, ha ne együnk közül. Pityába a Szilveszter, új fodrász. És hogyha új fodrász, Mora, lebögtem egy zsákát, muszáj inkognitóba legyen. De Mara, figyelj már, olyan táskát, ami nekem, a rák meg ez. Eredeti kucényi blokkoszt így. Hamar az enyém, és azt szerinted nem eredeti, vagy mi? Lenne egy olyan kérdésem, van ez a hogy is, ilyen kis acéllemezek vannak benne, ilyen kis, ilyen páncél éltet, ez páncél. Diken? Ilyen béka páncél, hogy is hívják? Ilyen kis mellényecke. Kell vár. Igen. Mennyibe kerül a, így a okosz piacon élted? Gangster piacon, mennyi élveszik darabját? Hát marad rák tudja. Csomag. Hát már nem tudom, marad, tudom. Menj alatt egy ezeres, ezeret. Fogalmam sincsen. Értem. Tényleg nem tudom helyen se. Jó, köcike, tehát akkor itt lehet. Jó. Ezt mivel tartozom, Zino, az infoél? Ha, amennyit gondolsz el. Tehát négy ezeret fejek. Mara, mondjál neki egy locsoló versen. Mondjál egy verset, én azzal meg vagyok el. Egy kis verset, locsoló verset. Igen. Vár. Nincsen, nem nagyon tudok így locoló verszet. Tici vagyok, szép és laza, locoljak vagy húzzak haza, érted? Az anyám. Te szöldetetben jártam, büdös Zsidót láttam már. Az is igaz, büdös Zsidót láttam, nem akart fülödni, megkult egy kecske. Nem, messze jó. Nem Limmel. Az nem Limmel. Hát egy igaznak tűnik. Most mondja. Te szék? Most mondja te. Hát mert elmondtam, nagyon szal, én nem tudok locoló verszet. Én tudok egyet, ha. Na. Egy tojás, két tojás, ne tököljünk. Ja, az nem az. Na várjál. Aha, eddig korol jó a Gino. Árontottam hát. Várjál. Ja. Piros tojás, zöld tojás, itt a makkom, te tojás. Egy kb. Olyan szal volt, mint az enyém. Na jó van, köci szépen. Gino, visszaviszel? Hát zsaljunk hát. Mara. Tudok én még jó versetre. Figyelj, Mara, ezeket becsapódi. Mit mondott? Szatoljon be az övet, valami ilyesmit. Na jó, akkor kapcsoljad, mert nem fog vezetni. Szomorú. Érted középen, hogy mit szállsz el? Itt teljesen jó, itt nincs út, Istenem. Ez lali, koci. Az-e, itt megkívjuk neki, jaj! Össze! Jó vagy, Zino? Jó vagyok el. Jó van, köci szépen. Hát akkor csomiz. Csá! Jó vagy, Zino? Aki kell valamivel rántani, nem az árokon.
Kicsit alé van egy laktól, megpróbáljam? Próbálj meg kicsit kapalni, kicsit kapaljál. Kapalj? Mostan? Persze, kicsit próbáld meg, addig már egy kicsit tolom isz. Tolja be! Áú, leégett a kezem ez a kurva kipufogó ember! Istenem! Tartod a halam! Kicsit megégett a pulcim! Istenem! Tartod a halam, fütkösöd, hát azt egyből kopaszol. Megégett a pulcim ember! Szegítsétek már cínú kiszólni élt. Hát nem mindjárt kihozlak te gyászot. Hát látta be. Rá, hogy szegjet el! Át! Jobbuk hagyjuk! A rák jön! Ó! Leúttad a gyereket, te gyomorúság, te! Istenem, picsi! Édes Istenem, hát! Hogy lesz egy gyomorúság, picsú? Most a gyász meg ezt tényleg! Hallott már, nem fáj? Kucsolatok át, na, tettétek el! Kicsit fáj! A kettős láttás el, azt hittem oszlop vagy. Picsú, mit csinálsz? Áú, nem hittem, más kell belajtom! Öntök egy kis jogamestert a szádba. Akkor biztos jobban leszel, hát. Jogamester, hát. Mi csináltok a gyerekkel? Semmit, azt hittem oszlop. Hú, picsú, normális, hogy mi vesz a fejem lembel? De hozzá már valami raktor. Jó, fogyatékos az éhe. Istenem. Jól maradjál már meg. Olyan buta vagy, mint egy zsák, lefkelé. Te onnan takarod. Jogé, most mi van? Semmi, megmutatták, hogy hol van az a kis hely. Picsi, majd lejutott. Jaj, micsi? Jézus úristen! Ez már kiárt a kis bőrcnek. Na jó, menjünk a picsába innen. Mit szásztok? Tudsz, hogy kellettek a tihel. Jó, hova is megyünk? Szomagolni? Igen. Kicsit fáj a fejem. Ott alszik. És bőgeti, geci. Bőgeti. Nem, ott van a kocim. Itt a kocim. Ja. Bőgeti, bőgeti. Tolja. Jaj. Picába. Gyere segíteni. Segítek? Mit is szomagolunk? 5 darab narancsot. 5 darab narancs. Nálam van a narancs. Ez összesz? Aha. Nagy eszemet. Vált a lapot. Ezzel megbirkózol, nem? Remélem, és akkor belakom a narancokat egy kis ládába, és lázálom? És akkor 5-ösével, jajaja. Ötösével? Átforgatod, megnézed. Jaj, ez a kis... Mi ez itt? Anyám ezzel szúrta magát. Ez miatt tette tönkre az illetét. Bár nem igazán ez miatt, mert alapból köcök kurva volt, de ez lászegített. Kurva volt anyukád? Ploszti. Na várja, hívom Manóckát, hogy megvan az álom. Jó. És akkor hívd a cávót, várj, mibe pakoljuk azt a sok szart? Elfér még ott a csipa. Megyek, telcizek, van egy kis dolgom, csöcsilok is. És körbe telcizek, és akkor kérdezd már meg a cávót. Na most akkor vegyem meg? Várj, kérdezd meg a cávót, hogy meddig van éblen, érted? Mikor megy cicikálni? Jó. És akkor telcizek, és kidelítem a cuccot, de ez szerintem jó áll, érted? Figyelj már, kigondoltam valamit. Veszek neked egy rádiót, és felmegyünk valami frekvenciára, mert nem akarok állandóan hívogatni, érted? Rádió? Nem rossz. Aha. Nem rossz. Most hív Pécs. Pécs? Szia! Jó, szóltam neki, hogy ne kell eszem el. Szia Pécs, mikor van a buli? Mi? Bassz meg. Jó, mindjárt ott vagyok. Válnak a cuncik. Jaj. Készen vagyok egy ilyen nagyobb csapatba dolgozni. Ennek nem azért nem tudom. Ó!
Ez aztán belépő, jó, hogy megdorogtattam, hogy tettem magam, mi? Jó gangszával. Azt kivittem az összes raglapot. Jól vagy? Tá, persze, minden napos. Így szoktam megérkezni. Gangszeres leparkolás? Persze. Minden szuper. Kajapja? Nem kell kicsit, semmi? Kicsit iszok, köcike. Majd iszok. Úgy iszok, hogy... Hát kicsit feljött a motorháztató. De foglalkozz vele, érted? Van laktálon szok ilyen. Szeggenbe szintsz. Aha. Akkor te ilyen gazdag vagy, nem? Van zé. Csá. Jé, ki van itt? Azt a büdös élet. Kalak, szevasz. Ültem egy kis puszél, egy kis ölelészél, szokázolsz? Meg egy kis szendvicit tisztolnék, egy kis szendvicit. Jó van. Szomjaszkisz vagyok. De mikor nem vagy szomjas már, arra gudjál már meg. Szokott iszok, felődő szervezet. Tőlem is szeretnék ölelni. Oké. Értem. Jó leszett. Oké. Azt miért, semmi baj? Mit ezzel semmi baj? Na most. Szia. Férfias ölelés. Persze, Baláti. Úgy hallottam, hogy kis bulika lesz, érted, kislányok? Hányulától válható? Hát 7-től jönnek majd, elvileg azt mondták, úgyhogy már egyszerűen gyülekeznek. Készültem locolóverszel, téged is meg szeretnélek locolni. Na, hajra, hadd hajj. Pilos tojás, kék tojás, alatta misz, két tojás, fel a szoknyát, le a bugyit, hagyj locolja meg a kis cuncit. Na, a hajamra kérem inkább, jó? Hajad le be... Igen. Jó, értem. Splitz. Olyan jó illata van, azt hittem valami Cici. Büdös szarkölnivel jössz. Lágám veszem illetem. Gucci, nem? Persze. Az is Gucci legalább? Nem, ez most Armani élte, szeretem az Armani. Armani, jó van. Akkor egy kis szemicki tennék, és egy kis... Kis üccit, aztán mennék is tovább a picába, érted? Ez éjszakából persze, szokászolsz. Jó, majd úgyis visszajössz szerintem, nem? Picsit táncizni. Persze, hogy jó. Jó van. De jó kis szenked van ebben a gatyászba is. Szalvétába becsomagoljam a szendvicset? Szuper lenne, meg egy kis finom kis málna szülpe, nincsen valami szódás szülpe. Most kicsit szomjas vagyok. Ilyen házi limonádé esetleg. Szuper. Lakja bele egy kis málnát is. Jó, megnézem. És a szendvicben majonézet is? Bele is raktam szalvétába, parancsolj, meg egy ilyen műanyag izébe raktam. Meg is finci lesz. Meg jó, limonáda. Jó. De finci. De jó. Jobb így? Lemek. Iszuk is kicsit. Lemek. Jó. Nagyon finci. Akkor lesz a jövök kicsit majd. Így. Jó. Kicsit összetörtem neked a málnát, hogy átvegye az ízét. Jó, köcike. Limonádé, jó? Messze jövök egy kicsit lázni, lehet, az is lehet, hogy kicsit kicípem magam, érted a kérdést? Jó van, gyere. Jó, szok. Óvatosan azért, na. Megszédültél itt a, lehet szemmi ezért baj. Túl édes lett a... Szemmi baj. Milyen kis Jó van, jó. Basztak oda, jó. Na, mizu te? Nem csorták el, direkt nekik nyitottam ki. Na, Tici! De ne vilő, azt halljod? Dehogy. Pakoljuk át a ládákat, mert nekem itt DJ-zni kell mindjárt. Király. Meg akkor elintézzem, megveszed a izét? Megveszem, persze. A ruhákat? Persze. Szevasz. Mi, Cá? Megveszem, hogy is legyen. Küld el, a Cávonak küld el a telci számomot, és cölögjön. Az nem biztos, hogy jó ötlet, mert lehet, hogy utál téged, érted? Értem, akkor hogy hiszi? Hát lebeszélek vele egy helyszínt, aztán meg odamész. Viszont után? Hát akkor viszel magaddal valakit. Meg tudod oldani, nem? Gangster vagy. Ki hisz ez a cávó? Már kicsit érdekel. Franciának hívják. És hát kicsit meglepődtem, mert felhívtam a boros hirdetésbe, amivel volt telefonszám, azt az ő telefonszáma. Add meg neki a telci számom, érted?
És akkor rossz ideáll a kocival. De ügyes gyerek vagy. Segítszek? Nem kell be. Jó király. Kíváncsi vagyok, mit kapunk érte. Már nem itt. Nagyon kíváncsi. És akkor add meg a cávonok a telci számát. Szóval megadom a számát, azt intézd el. Jó, királyság. És hivatkozzál rám. SMS-be küldöd a telci számát. És mondom, hogy denevéli, jó? Most nem az van. Nem jó, ezt most rakjuk rendbe. Most szopadsz azzal, hogy nem tudsz olvasni, vagy tényleg nem tudsz olvasni? Nem tudok olvasni ember. Akkor szám... hogy az Isten faszába tudod elolvasni a telefonszámot? Szehogy. Akkor beleírom a telefonodba, ide. Az is igaz, mert kellettem volna valakit, hogy szegény. Hát várjál, te hiszen be tudok lépni. Én is akkor... Igen? Most írd a nevét? Na. Francia. Kötőjel. Armor. Jó, megvan. És akkor 629. Írja, persze. Kötőjel. 8770. Hogy nézzem? 629, kötőjel 8770. Jó. Így jó is. Pilos. Nem 10. Király. Milyen piros? A legelső pilos. Az zöld. Megyek a picával. Az pilos. Milyen színű a kocsit? Ez tűzpilos, mint egy Ferrari. Jó, aztán. Most mi lősz? Ezek már megint bunyóznak. Ha mi van veled, te? Álljál már meg! Hé, csá! Ha mi van, nem húz a gép? Kicsit szal. Tele van a műhely is, ki a motorháztetőt, hadd nézzem csak meg. Mi van, ticikém? Egyedül, hol vannak a spanok? Szerintem alciznak ilyenek. Jöttem ja. Lebekát meglocolni. Mindjárt jövök. Milyen lebeka? Nincs már lebeka. Á, Nagyi. Hé, cár Nagyi! Egyiptomi hercegnő. Cici vagyok. Ja. Szeretnélek... Már nekem támadtak a darazsak. Szeretnélek meglocolni. Engemet, nem mondjad. Már egy kicsit locolva leszek, gondolkodom. Kidantálsz? Állok partján, döglő ciga, meglocol a hülye pizza. Meg a nagy kurva anyjára szóra, akkor hát tudod kivel beszél, szépen csak jó, mondjál jó, már. Jó, persze. Szépen csak mondjál! Szokkal szebbet mondok, Málisz Elzi néni. Málisz. Málisz. Szokkal szebet is tudom. Mi van itt? Ők most épp elgázolták. De Málisz. Elgázolták, aztán azóta nem ragál semmire. Pilos tojás, kék tojás, alattam is kék tojás. Fel a szoknyát, lebújít, alatt szóljon meg a kis nyuszit. Ne, már jobban teszi. Gyere, nyugdoljad meg vele. Spritz. Ma, te egy kicsit, de jó lesz. Csak hogy ne szálladjon ki elszínéni, bár szerintem mit szólunk, hogy nem így már segítene. Van egy kis probléma, te ismered? Teszik! Darazokkal, tudod a sárgákkal? Éppen van. Darazok szálkák. Fogalom szint. Darazokkal, ide jöttek, hogy belőtötted. De hogy van éppen? Megverték a barátomat. Megverték? Igen. Tibit akar, Tibinek akarok majd szólni. Beszélj össze-vissza. Hát igen, itt az úr eléggé elvonálva. Eléggé elvonálva. Itt álmába eszél szerintem. Igen, ez az is ilyen... Akarok szólni majd a idénekkel, hogy hiányoztat a Tibikének. Na, halóka. Ti cifre maradtam a karitomos? Majdnem elütöttek rájuk, kihaltottam, hogy képdelik. Ott aztán ölköztek veregetni ebben el. Én liúgban. Hát ezért, miért nem jót lendül széget? Hát de hittem, de mire azok már kigyűjtek, hát azok már elhúzták a csíkot, már csak arra gyűjtek, hogy arra szaladtak el. Elzsidén, ezért nem menjenek innen sehova se, beszélj a fiúval egy kicsit, hogy mi a megfelelő magatartás itt a gettó szervizbe, érti? Itt ja, értem már. Gondolkodjanak, már itt van a gettó egy utcával lejjebb, itt 20 fegyvert a csávó 10 emberre, hogy érti? Na, mi a helyzet, mi történt? Hallod, megcsináltam, kiszalapáltam neked. Anyukat képzel. Légszűrőt, olajszűrőt, benzinszűrőt, megnéztem egy frankók, de... Mi csinált? Nézzél még egy 1000 kilométert, akkor utána cserélj, jó? Nézzél, hogy mi történt. Ma szóljál nem, persze. Én nem tudom, én nem láttam, ugye nem láttam. Mi? Van agy? Már csak arra jöttünk, hogy itt a durian. Aha, hát ez 44 eur. Itt a... Akkor adjál vissza kicsit. Erre lehet kéne adni 6 darabot. De figyeljen már felelő úr. A napról megyünk már egy kicsit. Az a probléma, hogy amikor ő... Figyeljen már. Figyelek szépen, van neked kis látásra. Amikor bent voltam, akkor csak ketten voltak. Vágod?
Mikor kikintünk, akkor lettek többen érkezett, még egy autó. Addig csak ketten voltam, úgyhogy nincsen félreértés. Ketten ja. kezdték elverni, oda ben kettő még nem, négy szám érted, az még nem tömeg. Mi történik? Ja, ja, hát ez van. Akkor értsük. Aha. Figyelj, Tim, szépen. Mutatom, mutatom, mi kéne. Ilyen egy eurósokat adok, jó? Ebből kéne 6 darab. Értem, már is megszerzem. Hát, ebből kéne 6 darab. Jó, király. Megszerzem. Ja, kösz. Vagyis most már 7 vagy egyet, érted? Gépjárművel nem tudtuk utolérni. Jó, ráérsz. Szia, kis nyuszika. Megnoszolnál a rosszoló beszél. Próbálj megfelelni. Szép napot. Mutka, még mást akartál utalni. Várjondok ki, mert ezt csak utolom, ezt hagyományoz. Milyen? Levon között két tolász, Pilosz levon fesztve, ha én azzal megloszolok, elmehetsz, te gyeszt le. Jó, na hány év? Jó, adok meg egy fejdöntsőt. Jó, van. Kacisz, kapod coki? Ne, csak itt kapja már, azt kérdezem már meg, hogy idén mind jött ki a rendőrséget, én mehittem, mert jól van. Nem tudom, ez én is segítsek valamit? Nincs olyan a Tibinek a szakszámok PD-ját. Csak Antinak, csak Antit kell ezt itt körözést kikiadni. Anti, én úgy hallottam, hogy nem is nincsen. Nem, 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 azonban, hogy nem tudom, hogy előre még pontosan tudunk, hogy két jelen leköptem meg, meg is fel. Tulajdonos, keresse rá a CCC 646 Nissan 180SX sárga szín. Kérdezi lezzem a kis Zeton. Minden jövök. Megmutatom a lebekát. Ah, ott is van. Hogy írta? Hé, Cá! Elképzelhető. Cá, nem is ismertelek fel, mert... Közben megnézem a szerendben. Nem is néztem teljesen már szó. Vagy mindjárt csak megosztolom. Ezzel nem akarja letakarítani. Aki ide a sarokba úgyzott egy vödörbe, az szerintem az... 27 napján azt kívánom, legyen lúzasz a tojásom. Hallja, Debora, mondani akarnak itt Cici a locsoló bercs. Jó van, Cici, menj már, épp kösz. Készültem neked egy locsoló bercset, teljesen szép. De jól néz közel vántál, Dora. Meglocsolhatlak? Nem. Lebeka. Teszik? Na, a Rebekát meglocsolhatod. Csak ez nem én vagyok. Debola, Debola, tényleg. Van nálam egy külni szüveg, mélet teszed spritzel, mivel ilyen lakonszátlan, lezártam egy slitzel. Jó, így meglocsolhatsz, hogy a kocsiba ülök, oké? Jó, király, teszik, spritz. Le a kocsimat a sormál. Bocs ez, le kell kicsit takarítom le még egyszer, csak mondom. Veszek neki zét. Ó, ez nagyon büdös ez a kövöldi. Kálló, honnan van Lamborghini? Ez még ilyen öreg apádé volt, még ilyen idején. Valonnan szelváltom, mert a szeklényem volt. Ja. Szóval akkor legyen király. Then spent it most our lives living in the gangster's paradise.